Bavián Fable, Baráscsók, 18. rész. A szárnyaló törpelovak nyomában sziklástópartra érkeztek. A tökéletes szélcsendben is viharzó hullámokat hömpölgető, haragvó lilába játszó ametiszt vízen több tornyú, szúrósan kecses vár magasodott. Úgy rémlett, mintha egyenesen a tó mélyéből tört volna fel, és a véget, hogy megsebezze azt, büntetésként valamely vétkéért. Rémületesen ingatagnak tetsző légi híd vezetett a torony magas szikláról a palota bejáratához. A víztükör és az égbolt közé kifeszített, áttetsző kötelekből szőtt, csavart, lengeteg átjáró láttam, amelynek horkantva félrehőköltek, és semminő rábeszélés nem fogott rajtuk. Inkább ágaskodtak, faroltak, körbe-körbe forgolódtak és lefeküdtek, elviselték a szidalmakat és a sarokrúgásokat, de a széllel bélelt kötélhídra nem és nem léptek. Megpróbálták, letakart szemmel átvezetni őket, ám a lovak irtóztak a süppedékeny, lengő, imbolygó padlattól, és tovább makacsolták magukat. Ami azt illeti, engem is iszonytat a mélység, szólt Xara. Szelek szerint azért, mert valamikor zuhantamban leltem halálomat. Mi tévők legyünk? Forduljunk sarkon, fortyogott a férfi. Végtére is. Az akadály leküzdhetetlen. Ha te is szédülsz, várj meg itt a ménekkel, kihozom nélküled azt a sárkánybékát. Nosza, bátorította a lány. Már látta is, amint Szajon útnak indul, azon a déli bábnál is áttetsztőbb. Vagyok is, meg nem is, jellegű hídon. És ő a biztos szikláról szemléli majd ingatag lépteit, és persze felettébb tisztelni fogja a levegőben is fennmaradós, bármin átmenős merészségét. Sőt, nyilvánvalóan nem csak a herceg iránti jókora tiszteletét, de világ nagy szerelmét is jócskán megtöbbszörözi ehőstet. Ezt végigtűnődvén visszajult árfumra, elfordította lovát a borzadály látványtól, és vágtát parancsolt. Amint a mén lendületbe jutott, megest a híthoz kanyarította őt. És Toff égtelen sivalgásától kísérten átsuhantak a kötélszövedék és a háborodott víz fölött, amaz elrugaszkodottsággal, amelyel valamikor Fantagró felbukkanása előtt gyakortább haladtak. Azután visszanézvén Xera alig hitt a szemének. Szajon paripája hajszára úgy úszott a levegőbe, miként árfó. Nocsak, nem csupán a kard származik a csodától, hanem a táltos is. Majd, megpillantván a különös szárnyalást felettébb kedvelni látszó herceg mosolyát, ekként folytatta a gondolatmenetét. Netán a szemlélt férfiú is a csodától való? A csúcsíves keskeny várkapu kitárult előttük, lovaik puhán földet értek a palota kert füvén, és nyomban legelészni kezdtek. Szemlátomást ismét a régi higgadtak voltak. A kapu mindkét oldalán hatalmasra meresztett szemű, tátott szájú, regimentnyi fogú kősárkányok ácsorogtak, egy és három fejűek, átlagos testmagasságúak. A kert középpontjában csobogó, tiszteletet követelően nagyszabású szökőkútban óriási kőkígyók és sárkányok köpték a vizet. Xera a medencéhez lépdelt. Mindkét kezét a buborékos pezsgő vízbe merítette, élvezte annak frissítő bársony hűvösét, megnedvesítette arcát, tarkóját, és épp eltűnődött, hogy talán ihatna pár kortyot a tenyeréből, amikor a vele szemközti, legfeljebb férfi magas sárkány becsukta a száját. Azután a becsukott szájú kősárkány a merev nyaka miatt erősen düllesztett és forgatott szemmel a lány kezére merett. Megbámulta a készfején zöldellő, hatalmas termetű, bozontos, kétszarvú ményt ábrázoló tetoválást, majd a gyűrűit, míg nem tekintete megakadt a mutató ujján viselt, metszett kristálylapon. Jaj, de szép, hogy eljöttél végre, érints meg a gyűrűddel! Szűrte bugyborogva, szorosan összezárt fogai között. Szájsarkaiból víz szivárgott, az át nem engedett folyadék kezdett felgyülemlenni a testében. Előbb a hasa hordósodott, utóbb a mellkasa és nyaka is felduzzadt, kiöblesedett. Xera vállat vont. Miért tenném? Kérdezte, igyekezett elrejteni a dézsásodó vízköpő kínja láttán mindegyre erősödő szánalmát. A komisz drava elvarázsolt, panaszolt a vizenyő hangon a sárkány. Gyönyörű testem volt, pikkelytelen, feszesbőrű, álomi mélyzöld. Gyümölcsön, lombon éltem, ok nélkül sosem öltem embert. Ők üztek engem, hogy fóliást kössenek a bőrömbe, talizmán nyakéget fűzzenek a fogaimból, és a csontjaimból kalitkát készítsenek a dalolásukért foglyul fogott madaraknak. Bocsáss meg, bugyogta,
özönszerűen kiokádva magából a felgyülemlett vizet. Azután aggódó pillantást vetett a fölöttük toronyló palota felé, futólag megszemlélte az enyhén meglepetnek tetsző szajont, és visszafordította tekintetét a lányhoz. Könyörülj meg rajtam! Idejét se tudom, mióta szolgálok e háznál akaratom ellenére s megalázó poszton. Hangja újfent elhörgősödött, mert hogy hasa, melkasa feldagadta visszatartott víztől. Ha bejutsz oda, és elveszed, amiért jöttél, drabak kőserege feléled, és szétszaggat benneteket. Érints meg a gyűrűddel, és én felébresztem a társaimat. Amikor szükségetek lesz ránk... Vár csak, szúrta közbe Xara, az őrség is kőből van. A sárkány buborékos hangon kuncogott. A kőkatona nem kér enni, fizetségre nem vágy, nem igaz? Drabak kedveli ezt a megoldást. Kővé változtatja a szolgáit, ha épp nem használja őket, de sziklává bénítja azokat is, akiket nem kedvel, mert megharagították, nem ünnepelték, nem csúszkáltak előtte a porban. Vagy rossz kedvében csak úgy gonoszozik, bárki ártatlannal. Elnézést! A kőbe dermesztett alak ismét kizúdította testéből a rengeteg vizet. Köhintett kettőt, és folytatta. Én is meg, hogy újra húsvér eleven legyek. Úgy teszek majd, mintha még bűvölt lennék, amíg csak kell. És ha veszélybe kerülsz, sárkánytársaimmal együtt a segítségedre sietek. Annyit gondolkoztam én már, mióta ide láncolt a balsós. Szabadíts meg innen! Már eddig se sok kárt tettem benne. Ezentúl csak hasznára válhatok a világnak. Míg beszélt, mindinkább düllett a szeme. Olykor az orr és szemnyílásaiból is víz szivárgott. Hangja mind fulladozóbbá vált. Hiszel neki? Kérdezte Sion. Miért hazudna? Azért, mert jelen állapotában tehetetlen. A lány a megest puffadozó sárkány mélységesen szomorú szemében nézvén bólintott. Hiszek neki, megteszem, amit kér. A gyűrű elemészti, ha nem mondott igazat. Higgy nekem, és érints meg, hörögte a telítődő vízköpő. Hihetsz Herib szavának is, mert ő képtelen hazudni, de nehogy megbízd Rabában. Egyetlen szemfényvesztő fortéjának se dőj be. Akkor se sajnád ellökni őt magadtól, ha gyermekarcot mutat, vagy a kedvesedre hasonlít. És ha kitör a harc, a palota folyosóin is rettentően vigyázzatok, nehogy a démonikus körökbe lépjetek. Csapdák várnak rátok ezerével. Tedd lehetővé, hogy segítsek nektek. Volt rá időm, hogy kifürkésztem a boszorkát. A sárkány kiöklendezett több hordónyi vizet, szégyenében és a kimerültségtől lehúnyta a szemét. Mielőtt újra felnézett volna, megérezte homlokán a kristálykő érintését. Xara, hála néked, lehelte. Levetted rólam a rontást, áldott légy ezért. Ha majd szabad leszek, az első dolgot, aminek végre megörülhetek, rólad nevezem el. Legyen az étek, egy másik sárkány, vagy maga a húsvér elevenség. Italt viszont semmiképpen se nevezek el rólad, mert torkig vagyok a nedvességgel. Még az is lehet, hogy boldogságomban az egész világot így nevezem ezentúl. Xara, Xara, Xara. Egyébként az én nevem Daron. A sárkány ismét könnyített magán. Élek már, érzem, sóhajtott elfúló hangon. Bármikor lejöhetnék innen. Siessetek befelé, és én igyekszem türelmesen várni. Jaj nekem, gyönyörű illatok kerülgetnek, és érzem a víz langyosát. Sárkány éhes vagyok. Köröttem, zöldel a finom fű, és nem sokára megmozdulhatok. Xara, Xara, Xara! Ekkor fülbántó csattanással kitárult fölöttük az egyik emeleti ablak. Korbács hangrikácsolt rájuk. Mi lesz már, vendégek? A gyenge fejű húgom szerint hozzám érkeztetek. Már készül a vacsora, kígyó, béka, bogárka. Herib csapra verette a legöregebb hordót a pincében, és aranyja a kristálya terített. Látni akarom, kiket köszönt a parádé. Gyertek befelé, persze csak akkor, ha merészek vagytok. Kizárólag a rosszaságom színig az abból, amit rólam fecsegnek. És nem kell a szökők utamban pancsolnotok. Idebent olyan fürdőtermet találtok, hogy mind a 24 ujjamat megnyaljátok utána. Xara a hercegre nézett. A férfi bólintott, ha kissé sápadtan is, bátorításul markolaton fogta a kardját, és a tűcsúcsos, várrapogtatóan keskeny bejárathoz lépett. A lány Daronra pillantott. A sárkány úgy tett, mint a kőből volna, eltátott szájából víz csobogott. Ám lágyuló tekintete mind mézsárgábbá vált, és bőre sem csupán a rátapadt mohától zöldesedett. Szúros vonalakat, formákat kedvelő drabavárának, fullasztóan magas, csontboltozatos előcsarnokába léptek.
nem csak a felfelé törő, hegyes, íves, vékony, dárdaszerű alkotóelemektől állt el a lélegzetük, haragfekete, tüdőbíbor és epezölt színek, sárkányos, gnómos, fenevadas oszlopok, hajtódíszek nyomasztottak körös körül. A riasztó ösztövérség, a felkavaró színvilág és a kőbe fagyasztott elevenek ellensúlyozásaként csak nem életnagyságú tájkép függött a bejárattal szembeni, egyetlen nagyobb falfelületen. A varázsosnak tetsző festmény tündöklő nyári délután tábrázolt, gondtalanul sétáló férfi és nő alakkal, csillámlóan zöldellő fűvel, ragyogó lombokkal, nyurguló, de még szinte áttetszően finom árnyékokkal. E kép, maga a meghittség, üdítően eltért környezetétől. A nyakszegő formák szúrosságától és a kiáltó düh színektől gyötört tekintet minduntalan visszamenekült hozzá. Aprócska szolga, görbet, töpörödött és kaszáló járású sietett feléjük. Mivel törzse balra ferdült, fejét a másik oldalra szegte fel, hogy jobban lásson. Gyermek ökölnyi koponyája volt, meleg pillantású őszbarna szempár uralta az arcát, oly óriási, hogy cseppnyi orra és parányi szája alig fért el tőle. Fején döbbenetes, leginkább felhabosított pókhálóra emlékeztető hajféle fehér szürkén lett. Egész színű falevelekkel ékített fellegszürke köntöst és nadrágot viselt, cipőre nem szorult, mivel kecses lópatákon járt. Kezében tarka tolbokréta szerűséget lengetett, azzal jelezve Xaráéknak, merre tartsanak. Egyetlen szót se szólt, tán azért, mert bonyodalmasan lélegzett. Égtelenül recsegő belégzése olybá halszott, akárha barbár kezek gondosan leszögezett kárpitot tépdesnének. Az elhasznált levegőt szívfacsaró halálsikó jellegű hang kíséretében bocsátotta ki magából. Furán oldalazó járásával, loholvást haladt, erőpróbával ért fel a nyomában maradni. A kanyargódzó lépcsősor fordulóiban, a tekervényes folyosókon, a zafírkék kristállyal üvegezett, felkiáltójelszerű ablakoknál, továbbá lépten nyomon, fejtetőig felfegyverzett katonaszobrok strázsáltak, nyugtalanítóan ismerős látványként. Toff, látni se bírván környezetét, vagy előre tartván Dravától, Szajon vállára mászott, farkával, biztonságosan. Lehorgonyzott a nyaka körül, és visszavonult, lapockáig érő dús haja alá. Ott szuszogott, sóhajtozott, hegyes körmű ujjaival a férfi fülkagylóját babrálva. Ha visítozni kezdesz, kitekerem a nyakad, súgta neki a herceg. Xera a bíbor jelekkel festett epezölt kőpadlót szemlélvén észrevette, hogy a zsebben is elférő, semmilyen ivarú szolga bizonyos részeken cikcakban szögdécsel keresztül, kínosan kerülve, hogy lóhere vagy patkó alakzatba lépjen. Ellenben előszeretettel taposott a padlót fedő többi, boszorkajáfélének rémlő mintán. Már hosszú ideje követték a szögdécs gnómot, lépcsősorról lépcsősorra, folyosóról folyosóra, úgy sejtvén csigavonalban tekergőznek mind magasabbra a felhőkbe szúródó palotában. Bár igyekeztek beosztóan légcserélni, mégis elfulladtak egyre sűrűbben. Végre a szolga kurta mozdulattal kitárt előttük egy ajtót, befelé legyintette őket a tolbokrétával, majd sarkon fordulván elferdézett. Körülnéztek a kör alakú, magas menyezetű, bíborfalú, lőrés ablakos, fekete padlójú, két fakófényű fákja által megvilágított, rideg szobában. Xera undorhangot hallatott, és Szajon egyetértése jeléül ráhagyta. A bút bánatot siralmat felidéző hangulatú helyiség közepében sárgult koponyákból rakott falú medence kereklett. Mögötte hatalmas szívet formázó tüdőszín párnákkal és prémekkel teledobált nyuszoja, néhány kereklapú, halálfekete asztal és két aligátorbőr bevonatú, karmos kalábú, karfájú szék állt. A padló cimermánytarka kígyóképek, araszolók és karikába göngyölödöttek, hullámvonalban siklók és marásra lendülők ékítették. A festett csúszómászók meglehetős élethűnek tűntek. Xerának a szoborra altatott katonák jutottak eszébe, és Szemelnit se csodálkozott volna, ha azok a mesés színű kígyók hirtelen felélednek a talpuk alatt. A magas, tűkeskeny üvegablakok közepében látható összetekeredett hüllő alakú címerben törött nyelű kopja, támadó fenevad és ekrüvel petyezett, sávozott,
vörös-barna jáspis tojás ábrázolat díszlet, magához vonzva az odakinti ametisztóba vesző nap narancs, korál és aranyragyogású fényeit. Xera körbejárta a nagy stílűnek szánt szobát, ügyelt arra, bár nem tudta mi okból, hogy körformában fekvő hüllőre ne lépjen, majd leereszkedett a mélyvízű medence ló, sárkány, óriás madár és emberkoponyákból tákolt peremére. Szemügyre vette az ablakkristályhoz hasonló kékségű, áttetszően tiszta vízben úszkáló, jáspis tojás színű és alakú halakat, azután közéjük merült. Hanyat feküdt a fenéken, lehunyta a szemét, és hosszú ideig nem lökte fel magát levegőért. Szájon is a vízbe süllyedt, és mozdulatlanná vált. A furcsa küllemű két tenyérnyi címerhalak érdeklődően cikáztak köröttük. Kíváncsiságukban sűrűn hozzájuk súrlódtak, hűvös, csiklandozó érzést keltve. Már jó ideje ázdogáltak a símogató vízben, fölle merülvén, amikor váratlanul ajtónyikordulást hallottak. Mindketten a felszínre rúgták magukat. Harry lépett a szobába, ha csak ugyan ő volt az. A homokszőke, pillangókék szemű, lapos orcimpájú, eperpiros ajkú nő feltűnően hasonlított a nemrég megismert tündérre, csak hogy ijesztően, féregszerűen sovány volt. Bár hátul tartotta karjait, keskeny testével nem fedhette el, mit rejteget a háta mögött. A sárkány borda csontokból készült kalitka jobbról és balról is jócskán kilógott mögüle. Harry vagyok, szólt, megrökönyödött tekintetük láttán, ám mert továbbra is kövülten meredtek, kiálló csontú, sápadt bőrű, rettenetes víznasságára, horpat arcával bátorítóan rájuk mosolygott. Ne aggódjatok, semmi bajom! Úgy festesz, mint egy hullott falevél oldalnézetből, leheltek Xera. Hát igen, sóhajtott Harry, vakító kék szemét lesütve. Kicsit sokat ettem. Már megkaptam Drabától, hogy folyton pocsékra zabálom magam. Fürüdjetek nyugodtan, nem is zavarlak tovább benneteket, csak elhoztam nektek a sárkánybékát, mert az imént írtó csúnya jelenet zajlott Draba és ő közötte. És attól tartok, a nővérem megtorolja sérelmét, ugyanis azóta hiányzik 2 vagy 3 új perce is. Hívják valahogy a... őt? Kérdezte Xera, a kalitkát teljes terjedelmében kitöltő, mozzanatlanul gubbasztó, pislogás nélkül bámuló, varanyzöld valami csodára mutatva. Úgy érted, van-e neve? Tudtam, már nincs. Senki nem tudja, miért, miként került ide, szörnyű régen nálunk van. És szörnyű régen ül azon a nyomorúságosan szűk helyen? Firtatta a lány veszedelmesedő hangon. Jaj, ne úgy felmérgesedj, nevetett Harry. Magától ülött. Eleinte még kivel járkált, kis ideig azt is kedvelte, ha cirógatják, de például az ágyamban akkor se volt hajlandó aludni, amikor még érinteni engedte magát. Ahogy telt, múlt az idő, mind gorombább lett. Engem nem bánt, de nem tűri, hogy hozzáérjek, akkor elfordul vagy odébb megy. Drabát viszont kimondottan harapja, marja, szerintem nem szereti őt. Amint nem is csodálkozom. Na mindegy, ha végeztetek a fürdéssel, gyertek vacsorázni. Mindjárt értetek, küldöm a szolgámat, Roxót. Azt a sarló forma lópatás figurát? Érdeklődött Szajon. Nem, a patás Draba szolgája. Xolán jó lélek volt, szegényke, de szeretnék segíteni rajta, csak sajnos nem tudok. Pedig gyönyörű férfi volt, vörös hajú, lángszakállú, sudár, erőtől dúzadó, gyengét, figyelmes. A jóság még látszik a szemén, mert azt valahogy nem sikerült elrútítani. 300 évvel ezelőtt jött el hozzánk, hogy megkérje a kezemet a nővéremtől. Repestem a boldogságtól, és igen özönt akartam mondani Xolánnak. Annyira sajnálom. Harry sírva kiszaladt a szobából. Xera és a herceg elhagyta a medencét. Mire a kör alakú asztalra helyezett kalitkához értek, rendes öltözéket gondoltak magukra, nehogy megbántsák a valami csoda érzékenységét. Azután kölcsönösen szemügyre vették egymást. A teremtmény közelről nézvést inkább gyík, sem mint varanyzöldelt. Tarajos tetejű lapos koponyája volt, merev tekintetű, békaszerűen gúvat, sárgászöld szeme. Pupillája hol pontszerűvé szűkült, hol viszintessé, hol pedig függőlegessé vált, ezt pillanatokként tetszése szerint változtatgatta. A fején meredező tarajok végig kúztak a hátán, farkán is. Kurta lábai tapadókorongos ujjakban, kecstelen tányértalpakban végződtek. Hátsó végtagjai jóval hosszabbak lévén az elsőknél, fejre esni készülővé torzították a tartását. Ék alakú, hosszú, taglóerős farkán látszott, hogy nem csupán támaszkodásra, hanem ütésre is szokta használni azt. Szép vagy, szólt Xera, mutatója hegyével megérintve a lény kezét.
A szépnek nevezettet el annyira meglepte a hozzáintézett szó, hogy elfelejtette megtorolni a fogdosást. Sion megköszörülte a torkát. Nem tudom, szerintem te némileg mutatósabb vagy, jegyezte meg. De ez most nem bájbetélkedés, nem de? Nézd meg őt alaposan. Sima, fényes, élénkzöld a bőre, rendkívül kifejező a tekintete. Na és a fogazata? Az is kifejező, mondta a lány. A jobb megtekinthetőség véget szélesen rátátott, halványzöld ajkú, marcang sárkány fogakkal teli száját szemlélvén. Azután a pengeszerű fejtarajok tövében parányi fülnyílásokat fedezett fel. Észrevette, hogy a tompa végű kéz és lábújjak kevésbé ártalmatlanok, mint ami nőnek látszanak, ugyanis kimereszthető és veszélyes karmokat rejtenek. Majd gyanútlan kíváncsisággal megállapította, milyen finom, selyemsál érintésű és napsütötte kőmeleg a sárkánybéka bőre. Az újbóli tolakodást is megúszta sértetlenül. A mostig lustálkodó Toff lemászott az ágyról, a kalitkához lépett, és a valami csoda beható tanulmányozásához látott. Szemlátomás nem tartott a lénytől, és nem érzett iránta szélsőségest. Még akkor se rökönyödött meg, midőn a sárkánybéka elhagyta lakosztályát, mégpedig oly módon, mintha az a bordacsontból készült kalitka levegőből volna. Hamar nevezzük előtt valaminek, ajánlotta izgatottan Xera, ha csak nem akarjuk folyton körülírni, kiről beszélünk. Nevezzük micsodának? Megpróbálhatjuk, bár nem hiszem, hogy beválik. Szerintem vacsora után is ráérünk a névadással foglalkozni, szólt a férfi. Mint a odakünt, valaki csupán erre várt volna, kopogás hallszott. Az ajtó felé indultak. Toff Sionra kapaszkodott, és a hajába rejtőzött. Ezt hamarosan meg is bánta, mert a vizes tincsek szempillantás alatt elásztatták. Xera két lépés után visszafordult. Micsoda, az asztal szélén ült abban a furcsa, magas hátú pózban, és éppen a pupilláját függőlegesítette. Midőn elkészült vele, nekiállt azt ritmikusan tágítani, szűkíteni. Velünk jössz? Kérdezte a lány. Nem kapott választ. A sárkány békához lépett, és megfogásra felajánlva elé tartotta a mutató ujját. Gesztusa nem maradt felelet nélkül. Micsoda, zárkózottan visszaöltötte magára a kalitkát, akár egy csigaházat, és elfordította a fejét, jelezvén, hogy békén hagyhatnák végre. Pocsék a konyha? Kérdezte súgva Xera. A sárkánybéka mégiscsak rápillantott még egyszer, ezúttal pontszerű pupillával, lazább testtartásban. Azaz ágszerűen tartott mutatóujj továbbra is ott lebegett előtte. Ekkor kinyújtotta a kezét két bordacsont között, és félretolta a lány ujját. Mozdulata inkább tartózkodó volt, mint goromba. Azután magára maradt, kedve szerint. Roxo a folyosón várt rájuk, kissé meghajtotta magát, majd Xerára függesztette tágrésű, pillátlan, szakadatlanul könnyező, hólé színű szemét, és hátrával megindult előttük. Karómagas fickó volt, se sovány, se kövér. Bőrét testszerte karfiószerű kidudorodások borították, felpuposítva az alakjára feszülő, jobb oldalt madfekete, bal oldalt kacsafióka sárga ruháját. Csattogó talpal járt, cipőt nem viselt, holott jól tette volna, ha óvni próbálja hatalmas, úszóhártyás kacsalábait. Így azok a palotában véghez vitt rengeteg hátrafelé gyaloglástól elkérgesedtek, napsárgából szutyok színűre feketültek. Roxo valószínűleg férfi volt egykoron. Keltésztellikacsos arcbőrét pihetőlag szürkítették, orra kacsacsört formázott, ajaktalan szájának szélei lefelé konyultak, épp úgy, mint csonttalan, lógóbőrű álla. Nem folyosókon és lépcsősorokon keresztül, hanem szobáról szobára csattogva vezette őket valamerre, csak remélni merhették, hogy a vacsoraasztalhoz. Sorstársával ellentétben őt egyáltalán nem érdekelte, mély alakzatra, formára lép. Ezzel egyébként akkor se törődhetett volna, ha netán babonás vagy banyafélő, miként Xolán, mivel a hátrafelé loholás így is rengeteget kivett belőle. Mire a négyzet alakú vége hossza nincs asztalhoz irányította őket, alig maradt jártányi ereje, hogy kifaroljon a szurka kupolás fagyos levegőjű teremből. Ám annál az elképesztő hosszúságú feketére fényezett asztalnál teremtett lélek sem ült. A megfelelően drágának és előkelőnek tetsző négy arany és kristály terítéket egymástól távol helyezték el. A bejárat mellett tornyosuló tojás alakú húros hangszert pengető csúnyácska nő hamis hangot fogott, mire a földre vetette magát, és két karját a tarkójára fonva,
Zümmögve előre-hátra hintázgatott. Amikor rájuk dörrent valaki, egy pillanatig azt gondolták, hogy a falsaságot bánó zeneszolga szól hozzájuk. – Mit akartok? – ribalt a drámai, mély hang a terem minden zugából egyszerre. Mielőtt felelettek volna, a láthatatlan vagy ügyesen elrejtőzött férfi folytatta. – Vajon tudjátok-e, mit akartok? Szajon herceg, eljöttél hát a sárkánybékáért. Ha kijutsz vele innen, minden együtt lesz ahhoz, hogy hazatérj Gilluszra. Megkeresd meggyilkolt atyád vénséges varázslóját, és az ő segítségével letaszítsd Risztánt a bitorolt trónról. Igen, bólintott tartózkodóan a szólított, még nem sejtvén mihez kezdhetne a hangjelenséggel. A muzsikus nő visszaült a székre, két combja közé vonta és tovább pengette a gigászi instrumentumot. Gyönyörködtető dallamokat játszott, azok mégsem aranyozták be a kezdődő éjszaka hangulatát. Szajon Xerára pillantott. A lány vállat vont. Tanástalanul ácsorogtak a méretetlenül hosszú asztal mellett, köröttük jól hallhatóan lélegzett a nem látható férfiú. – Nos, herceg! – szólt a hang rövid hallgatás után. – Tekints barátodnak, és kérlek, légy őszinte hozzám. Tudsz-e arról, hogyha élve kijutsz innen a sárkánybékával, Gilluszon azon pillanattól fogva lesen nyugszik a nap, mindaddig, míg koronádat vissza nem szerezted? Hallottam e félét? Felelt a kérdezett. Tehát hallottál e félét? Idézte a hang szemrehányóan. Így lesz. De talán nem érzed az esemény súlyát, jelentőségét? Szájon közelebb húzódott a lányhoz, és a szája sarkából súgva kérdezte. Komolyan vegyem? De igen, érzem, szólt a herceg hangosan. Ki vagy? Miért nem mutatkozol? És honnan vettél merszet, hogy faggass engem? Na végre! Már attól féltem, indreszketős leszel tőlem való féltetben. Ha a rád bízott feladatot elvégzed, vagyis kiviszed innen a kalitkát, déli verőfény termet szülővilágodra, és attól fogva rajtad múlik, mikor zökkenhet tovább az idő. Ennek tudatában is folytatod? Ezt már megbeszéltük, bár más szavakkal, morrant unottan Szajon. Igen, folytatom. Miért épp most hagynám abba? Mert ha időt húzol és késlegedsz, az az állandósult déli napfény felperzseli földedet. Majd igyekszem. Ho-ho! Kacagott a hang, mit sem zavartatva attól, hogy eleddig nem sikerült megkedveltetnie magát. Ez még csupán csak fele a terheidnek, és az az érzésem félvárról veszed a feladatodat. Ki vagy? Az egyetlen, aki itt és most kérdezhet. Akkor legyél az az egyetlen is, aki válaszolgat. Átkozottul büszke vagy, légy alázatosabb. Kivel? Miért? Mire fel? Már mondtam, hogy csak én kérdezhetek. Azt hallottad-e, hogyha Gilluszon bukod el a vállalt feladatot, ha elveszted a kardot vagy a kalitkát, ha elgyávulsz vagy meghalsz, mielőtt véghez vinnéd, amire vállalkoznál, veled vész oda a remény is? Nem hallottam, sóhajtott Szajon. Karja Xereájhoz súrlódott. A lány megfogta a kezét és higgasztólag megszorította az ujjait. Ha pedig elbuksz, Gilluszon letűnik a nap, és nem kell fel soha többé, soha többé. Örökké való sötétség porul szülővilágodra, néped vakond létre kényszerül, megbetegszik, éhen hal, elpusztul. Most gondolkozz el, azután mondd meg igaz lelkedre, mekkora vagy te ehhez, merészelhetsz erre vállalkozni. Nem túl nagy falat ez te neked? Miért kéne folytatnom ezt a fecsejt? Súgta Szájon a lánynak. Azt akarja, hogy felbőszülj, le és kivetkőztetni akar. Kicsoda akarja? Xera vállat vont. Felej neki, javallotta. Ismerem ezt a hangot, hallottam már valahol. Mit felelhetnék-e tengel sok feszegetésre? Kérdezte halkan a férfi. Tudom, zengzetes választ vár, meldöngető hősiest, hogy igen, életemet és véremet, atyám trónjáért, népem szabadságáért, de én nem tudom ezt felszólításra elszajkózni. Miért kéne ennek a mindenünnen ostromló hangnak bevallanom féltett érzéseimet, a kétségeimet? Hiába tudom immár, hogy elhambadhat vagy örök éjbe veszett szülővilágom. Hasztalan próbálnak ezzel lebénítani. Nem fordulok sarkon. Azt hiszem, épp erre kíváncsi, bólintott komolyan a lány. Ki ez? Felismerted? Eleget gondolkozhattál, dörrent ráz említett. Mi a válaszod? Igen. 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 Micsoda igen? Először is gyógyítkasd magad csodaforrás vizével, bájfőzettel vagy amivel csak tudod, mert valami baj van a fejeddel, ha ilyesmiket kérdezgetsz. Másodszor, igen, hazamegyek, és megpróbálok végezni Risztánnal és Amohóval. Megpróbálsz?
Te megpróbálsz tudván-tudva, hogy ez az utolsó pillanat, amikor még anélkül elmehetsz, hogy ez végzetes következményekkel sújtaná a földed népét? Tényleg azt hiszed, hogy most felkötöm magam, mert lefestetted a szüntelenül perzselő déli napverőt és az örökké való sötétséget? Mit vársz tőlem? Kézzsáknyi olcsó fogadkozást, lángoló ígéreteket, megfutamodást? Miszerint, hoppá, ha végzetesen veszélyes, akkor inkább eloldalognék. Egyáltalán nem ismersz, fogalmat sincs, ki vagyok, miféléket gondolok és érzek, ha ezekkel a kérdésekkel jössz nekem. Te azt hiszed, önmagad lehetsz, ha ekkora és ennyi lelket érintő feladatra vállalkoztál? Dörrent a hang. Szajon felcsattan. Igen, azt hiszem, ekkorát csak az végezhet, aki mindvégig önmaga bír lenni. Rettentően unom már, hogy nem mutatkozol. Majd megmutatkozom, ígérte jóval lágyabban a firtató. Láthatsz még elégszer. Ki vagy? A hang nem felelt, légzése sem hallatszott immár. Xera felsóhajtott. Úgy érzem, jól válaszolgattál. A herceg felszűkölt. De ki a nyavajának? Ilimmel beszéltél. Kivel? Ilimmel. Ekkor halkan szusszan, majd újra megszólalt a drámai, mély, koros hang. Uram, királyom, segíts varázshatalmamhoz, és mindenben számíthatsz rám. Csend lett, csupán a pengetős hangszer játszott tovább a dallamokkal. Miért tette ezt velem? Nyögte Szajon. Megkóstolgatott, és végül elfogadott épp olyannak, amilyen vagy, és ez rengeteg, ha nem a legtöbb, uram királyom. Ilim megvan. Ha már szólni képes hozzánk, nem lehetünk túl messzire tőle. Szajon előbbre húzott egy keskeny támlájú széket, és lerogyott rá. Hátrahajtott fejjel, lehúnyt szemmel végig gondolta a történteket. Rejtegetni próbálta a lelkében viharzó érzést, örömét és lelkesültségét. Ilim létezik, él, szólt hozzá, már-már a kardrántásig felbőszítette, mégsem bírta más hangon megszólaltatni őt, csak is a sajátján. Szajon megkönnyebbült. Lélekben vállon veregette magát, amiért nem engedett a kényszerítésnek, és nem fecsegett ócskaságokat. Hallotta az ajtónyílást, de nem nézett fel. Még nem akart megválni annak örömétől, hogy mindez, amire mostig készült, tényleg való és nem mese. Ilim, a vénséges vén varázsló időn és téren át beszélt vele, és ha ő megfelel mindennek, amit eltökélt, ha legyőzi Risztánt és Amohót, számíthat rá. E drága, kedves családi mágus lesz az, aki majd halálba csókolja Xerát. Mégiscsak felpillantott. Az asztal túloldalán, vele szemközt, figyelemre méltó nő alak állt. Szajon kis hián felsikított tőle borzattában, ám nem tette, mert férfi ember nem sikoltgat. Még akkor sem, ha először látja Drabát. Úgy vélte, Herib nem eléggé készítette fel őt nővére látványára.